Csá, öcsém, hova sietsz? Csá, haver. Ha, megyek, beadatok egy ilyen szurkát magamnak. Na, na hogy? Mi történt veled? Eddig nem olyan akartad. Hát, mit tudom én, nézegettem a tévébe, aztán annyit mondogatják már, hogy lehet, hogy tényleg igazuk van, hogy tökre azt akarják, érted, hogy egészséges legyek, meg hogy megúvjanak, meg mit tudom én, elhiszem már nekik. Elhiszed? Hát, tényleg így lenne, hogy elhiszed? Hát de, hogy a túróga van most, hogy ez ennyire megváltozott a véleményed, ha? Hát nem tudom. Te is állandóan csak össze van a faszság konta, hogy dumáddal érted, meg a ilyen összeesküvés elméleteddel, hogy ki akarják nyírni az embereket, érted, meg nanomikro, mit tudom én, tökömizékat is spriccálnak bele, meg ilyen mérgeket, meg olyan mérgeket. Ez tök hülyeség szerintem. Tökre inkább azt akarják, hogy jó legyünk, meg hogy egészségesek, meg mindig úgy segíteni akar ez a kormány, meg úgy mindenki az emberisége, nem? Hát, ha te így látod, lehetséges, hogy segíteni akarnak. Te tényleg így lenne? Haver, tényleg így lenne? Tényleg segíteni akarnának? Azért gondolkodjunk el egy kicsit a másik oldalról is. Ne csak mindig a szalverziót nézd, amit a tévébe sugároznak, meg egy helyre jön a tudomány a fejedbe, meg az okosítás, hanem nézd meg a másik oldalt is. Nem kell rögtön elhinni ezt se, meg azt se. Csak nézd meg! Gondolkodj egy kicsit, hogy tényleg így lenne? Tényleg igazság lenne ez, ami áramlik felém a televízióból? Tényleg meg akarnak engem gyógyítani? Tényleg jót akarnak nekem? Ez mindig is így volt a történelemben. A kis átlag állampolgárnak jót akarnak, vajon? Ez az érdekük. Azért élünk olyan jól, ugye? Mert jót akarnak nekünk. Ezen nem gondolkodtál? Hát gondolkodtam, de hát jössz mindig ezekkel a fasság okosságokkal, meg azt hiszed, hogy te aztán nagyon tudod a tutit, érted? Mondod itt nekem a Szabó Péter dumáidat, érted? Hogy legyek pozitív, meg vidám, meg hújja, amikor szakad rám a nyavaja, érted? Hát nem azt mondom, hogy legyél pozitív, csak vizsgáld meg a B verziót, meg az A verziót is. Aztán keres valami arany középutat, hát ha lesz belőled valami gyerek. Mert így aztán, hogy csak egy oldalt vizsgálsz meg, meg se kérdőjelezel semmit, hogy valóban így lenne minden, ahogy történik, ahogy mondják, nem is lehet másik verzió? Nem lehet másik verzió, persze lehet másik verzió. De most már mondom ezt a sok szarságot, most már nagyon elegem van a tévében, és kivágom a túróba, akkor jó, akkor nem megyek, akkor hazamegyek és megvizsgálom, hogy tudod mit? Elmegyek a bodrászhoz, vagy borbélyhoz, mert hát ha az többet ér. Öcsém, menj el inkább, nézd meg a fejedet. Hát egy szénabogja van már lassan rajta. Bele másznak a kis csibékod, azt ott fognak csipogni. Hát ne, így nem lehet élni gyerekek ekkora sörénnyel, meg ilyen gondolkodással. Hát szana szét van a gondolatod. Egyszer ezt hiszel, egyszer azt hiszel, egyszer azt hiszel. Így hogyan gondolkozol? Hogyan gondolkozok. Hiszem, amit mondanak, vagy nem hiszem. Kérdőjelezzek meg néha valamit. Kérdőjelezzé meg néha valamit, hogy valóban így lenne ez az egész, vagy nem. Kinek higgyek? Magamnak, vagy másnak? A saját tapasztalatomnak, vagy esetleg a tévéből áramló szennynek, gennynek, mocsoknak. Na, mit mondasz rá? Tudod mit? Elmegyek haza, az bejelentkezek a borbélyhoz. Ennyi. Levágatom azt a sörényt, és új életet kezdek. Ennyi. Felveszek egy zsakettet, és elmegyek csörögni egyet. Na csá! Szevasz, haver, ennyi. Legalább gondolkodtál kicsit. Nem kell rögtön dönteted. Gondolkozz egy picit, csak egy nagyon-nagyon picit. Most meg irány a borbély. Na csá! Szevasz! Örülök, hogy talisztunk. Ez az!